A Magyar Honvédség alaprendeltetésén túl a jelen helyzetben minden rendelkezésre álló eszközzel kiveszi a részét a COVID-19 járvány elleni védekezésből. A katonai kötelékben szolgálatot teljesítők minden képességükkel és eszközökkel azon vannak, hogy minden segítséget megadjanak a magyar embereknek. A biztonság alapvető nemzeti érdek, amelyért a Magyar Honvédség ennek szavatosságáért dolgozik minden nap. A magyar katonák készen állnak a nemzet szolgálatára. A Magyar Honvédség a határbiztosításban, amely határvédelmi feladatok, ugye nem csak a járványügyi feladatok hozták, hanem évek óta tartó migrációs válsághelyzet kezelésben vesz részt a Magyar Honvédség a rendőrséggel együttműködve. Ezen kívül részt vett a Magyar Honvédség a korridor feladatban, amely a Magyarországon áthaladó tranzitforgalom biztosítása, mint feladat, nagyon komoly feladatot rótt a Magyar Honvédségre. Aztán később becsatlakozott a Magyar Honvédség a kritikus infrastruktúráknak a üzemeltetésébe, és a kórházban is ma már nagyon sok katona teljesít szolgálatot, nem egészségügyi feladatokat, logisztikai, egyéb kiegészítő feladatokat, ezzel megpróbálva tehermentesíteni a legnagyobb nehézségekkel küzdő ágazatot, az egészségügyet. A koronavírus járvány ideje alatt is folyamatos a toborzás megyénkben. A Magyar Honvédség folyamatosan munkát biztosít és megélhetést kínál a haza védelme iránt érdeklődőknek. A Magyar Honvédség minden élethelyzethez tud alternatívát kínálni. Így a miskolci toborzó iroda munkatársai az eddig megszokottak szerint a megfelelő higiéniai protokoll betartása mellett előreegyeztetett időpontban személyesen is állnak a jelentkezők rendelkezésére. Nyilván a megfelelő járványügyi protokoll betartásával fogadtuk és vártuk az ügyfeleket, és nagyon sok szempontból meg kellett változtatnunk a toborzási eljárásrendet, hiszen az egészségügyi szűrővizsgálatok nem olyan módon működnek ebben az időszakban, illetve a kapcsolatfelvétel az állampolgárokkal igyekeztük leszűkíteni, minél kevesebbszer kelljen érintkeznünk nekünk is az állampolgárokkal, akik katonai szolgálatot szeretnének vállalni, illetve nekik is velünk. Tehát ez egy olyan feladat volt, amely nyilván a 21. század vívmányait igyekeztünk kihasználni, online, telefonon és egyéb más módszerekkel tájékoztatni az állampolgárokat és eljutni odáig, hogy érdekelté tegyük őket, hogy a Magyar Honvédségben szolgáljanak. Ezen kívül egy nagyon fontos dologra világított rá ez a járványügyi helyzet. A Magyar Honvédség szolgálati formái azok COVID függetlenek, hiszen a Magyar Honvédség folyamatosan várja a jelentkezőket, és ebben az időszakban is biztos munkahelyet kínál az állampolgároknak. Borsodabau Zemplén megyében a honvédségi toborzás és az állampolgárok érdeklődése a kötelék iránt elég magas, hiszen a 2020-as esztendőben 300-an kezdték meg a katonai szolgálatot a térségünkből. Jó hírként közölhetjük azt is, hogy 100 fő vállalt szerződéses katonai szolgálatot a megyéből.